Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Okostesi Gondolatok podcast sorozat harmadik adásában. Az Okostesi Gondolatok podcast rövid, 5 perces időtartamban dolgoz fel érdekes gondolatokat. Amennyiben tetszik az adásunk, regisztrálj és keresd meg a podcast menüt az okostesi.hu oldalon, hogy még több tartalomhoz férhes hozzá. A mai podcast címe: Okozhat-e -e az okostelefon használata ADHD-s tüneteket? A képmás magazinban 2022. novemberében jelent meg egy cikk: Így épít le szépen, lassan a túl sok képernyő előtt töltött időcímmel. Hazai és külföldi kutatások sora arról szól, hogy a televízió, a számítógépes játékok, a csetelés és a közösségi média böngészése mind-mind igénybe veszi a szemet, az agyat és a pszichét, és hogy minél fiatalabb valaki, annál érzékenyebb erre az idegrendszere. Éppen ezért a WHO két év alatti gyerekek számára nulla digitális időt javasol, hiszen ha egy baba napi szinten kap valamilyen mennyiségű digitális dózist, akkor figyelem- és viselkedés zavarok, illetve akár autisztikus viselkedés minták is megjelenhetnek nála. Mivel a képernyőn azt látja a gyerek, hogy minden pörög, gyors és minden azonnal történik, idővel a koncentrációja és a türelme rendkívül alacsony tartományra állhat be. Sajnálatos módon az is tapasztalat, hogy egyre több szülő teszi meg az okos eszközt babysitternek, pedig a digitális szórakoztatás nem megoldás egy nyűgös vagy egy unatkozó gyerek lecsendesítésére, legalábbis nem hosszú távú. Jogosan merül fel a kérdés, hogy a fentiek alapján van-e összefüggés az úgynevezett képernyő idő, illetve a gyermeki figyelem atipikus fejlődése, a figyelemzavaros tünetek megszaporodása és az ADHD tünetek megjelenése között. A válasz igenlő. 2018-ban jelent meg egy cikk a Nemzetközi Tudományos Életben, ami a fenti kérdésre keresi a választ a következő kérdésnek megfelelően. Okozhat-e az okostelefon használata figyelmi problémákat és hiperaktiv hiperaktivitási tüneteket serdülőkorú gyermekek körében? A kutatás eredménye alapján azt mondhatjuk, hogy az okostelefonjukat állandóan használó tizenéveseknél fokozott a figyelemhiányos, hiperaktív rendellenesség kockázata. 2020-ban a TechFöld elnevezésű weboldalon bemutatott hazai vizsgálatról az alábbiakat olvashatjuk. A Huawei cég az okostelefon használati szokásokat vizsgáló magyarországi felmérésében többek között arra kereste a választ, hogyan nevelik gyermekeiket a digitális eszközök használatára azok a szülők, akik már maguk is a digitális korszülöttei. Mikor találkoznak először a kütyükkel, és mennyi időt töltenek az okos eszközök képernyője előtt az alfa generációs gyerekek? Mit engednek, és mitől féltik az okostelefont használó gyermekeiket az Y generáció tagjai? Többek között ezeket a kérdéseket boncolgatta a 2020. januárjában készített reprezentatív kutatás, ahol Y generációs az 1980 és 1995 között szülöttek, szülők nyilatkoztak arról, miként látják gyermekeik digitális nevelését. A megkérdezettek legtöbbje, kisgyermekes szülő, 34%-uknak 0 és 3 éves korú gyermeke volt, még a 24-25%-ának 4-6, és végül 7-10 éves korú gyermeke 18%-ú volt, vagy annál idősebb. A kutatás eredménye megdöbbentő miszerint a három év alatti gyermekek fele, a 4-6 évesek 90%-a használ okos eszközöket, főként okostelefont, tabletet és notebookot. A felmérés szerint a szülők annak ellenére adják oda a készülékeiket legkisebb gyermekeiknek is, hogy azt tartják, ideális esetben csak idősebb korban lenne érdemes megengedni számukra az okos eszközök használatát. Egy másik, 2022. júniusában megjelenő nemzetközi tanulmány azt vizsgálta, hogy van-e összefüggés a képernyő előtt töltött idő és az ADHD-s tünetegyüttesben is megjelenő figyelemzavar és hiperaktivitás megjelenésének gyakorisága között az óvodáskorú gyermekek körében. A tanulmányban 2500 szülő vett részt, és gyermekeiket egy standardizált vizsgálatnak vetették alá, annak érdekében, hogy feltérképezhessék az ADHD-s tüneteket. Az eredmény megdöbbentő, miszerint szignifikáns pozitív korreláció mutatható ki a képernyőidő mértéke és a figyelemzavaros per hiperaktivitás tünetegyüttes megjelenése között. Más szavakkal kifejezve, azok a gyerekek, akik rendszeresen nézik és használják a szüleik által adott okos eszközöket, néznek mesét a tévében számítógépen, azoknál sokkal gyakoribb a figyelemzavaros hiperaktív tünetegyüttes megjelenése. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a szülők többsége saját maga teszi tönkre gyermeki jövőjét és teremt olyan környezetet, melynek eredménye a későbbi tanulási zavarokban is megmutatkozik.